hazám. Mint kis az ötlök kövön, így nagy büszkeség elég hiszen, már is ha vélem egy kis ország, mondja fel, Yeah.
ugyanis még zárva van. Balázska, édesem! Utána nézni, mindenki készen áll egy glavári a szegfogadására. Megyek! Glavári Hanna is ide jön? Igen. Ó, milliárdos! Először megyek! Meg, hogy meghívásom, hát igen. Olyan büszkeséget töltem, hogy elfogadta, hogy elmondani nem szokott. Látod? Jó hallottam? Itt valaki milliárdokat emleget? Itt van egy pártam, egy a buszakot, megintem. Igen, milliárdokat, de elnézést! Milyen milliárdokat? Pont te vedd rólyagot, abból nekem is van egy pár. Ezek a milliárdok aranyba vannak fektetve. Aranyba? Kisuk, ki ez a gyönyörű hölgy? Ki az a glabári hangra? Az egy kis... Gyors és gépbíró nélkül hazamet egy idős, ám búzgatnak bankárhoz. 8 órakkal az esküvő után önszántából. Meghagy! Hajon, Krumusz drágám! Vannak még kötelességtudó férjek! Hajon! Jézusom! Amiről csak remélni tudom, hogy feskő volt.
bizonyos feladatot, igazi csapatjátékos. Köszönjük, Nyugos, köszönjük. Na most mi csináljuk? Boris, hallod? Boris! Danilo nem hajlandó ide jönni. Meg van az épületbe. Jaj, meg van. Te hajlandó? Nem mondtam? Azt üzenem, hogy lesz a hazára, de eljön, mert kibújott a részből, és még mindig akarok. Akkor meg értem, mit? Mert nem ezt kérdezte! Oh,
Hol a haza?
véget ér, az ember szívesen elér, így megfáradt a hiányok. Keresek! Ha nem lesz meg, ha nem lesz meg, iszonyatos baj!
sajnos. Az asztalat is. Jó. Diplomáciai botrány lesz, ez akarja? A nekem nem érdekel! Beszélj, fagyolul szemokja!
másra figyelj, én beterítem hátulról. Dájú, csodás kötélyre! Megjöttem, nem itt meghódítok! Hódítok a kötélybe, kérlek, elszöken, ne várjak én! És én mindig a hatáltam! Milyen ide lesz szegesen szólt, tár ki hát a két varod, és lehet a tűk is róla ott. Próbáltam mindent, de apám...
apám megfenyegetett, hogy kitagadva nem szakítok magával. Tudom, hogy gyáva voltam, nagyon gyáva, de nem tehettem mást. Én a háborúban is csak meghalni akartam, de még az sem sikerült, és azóta is a tét magát várom. Keresem, kutatom, mert még mindig. Három, kettő, egy, zéro. Hölgyválasz!
egy kötetlenebb, politikamentes pártira, ezen estén folyamánya két. Remélem, ön is velünk tart, Szanilovics Kró. Nem, asszonyom, ennyi méltóság még van a tetek. No. Majd nem látjuk, kérem én velem. Hét válasz! Hét válasz! A szívám a most válasz! Ez egyéb szép hatám a kép, és ott kerülne rám! Csak ezt a fordulót, egy hát szép fordulót! De boldog itt a szépséget, ha egyébként most nem! Uraim, tudatom, hogy ők mit nevelen jelzem! Álmodul sok fordul estét meg, a kedvem! Thank you.
én nem táncolok. Thank you.
nemzeti érző lett. Más megrendezésben is lesz része megkérheted. Mondja, járna a híres Maxim kutató. Nem, dehogy nem. Na, ugyanis nem segít. Kivérezze ma estén az egész tánckart, a híres tisztetteket. Itt lesz a Maxim. Mindenki. Nincszerint, Gyertus maga ezeket, mind ismeri. Az én fizetésemből. Ha még nem olyan szokni külön. Szóval, Isten hozta. Bocsássanak meg. Ez van. Remélem, az egyszerűen csodálatosan, ti csodálatosan. Megkértem, hogy figyelj a Hannát és a Rozziot, de mint a kurva? Ha mit a kurva? Új tapad rájuk. Nem. Jövő, kérdezem, ez a Grizel volt. Maguk szerint minek hívta egy nyelvőket? Hát szerintem Dominik is urat akarja hosszantani. A titkár ugyanis a követségi fogadás után visszajutott a Maximba, ami ugyanestére rendkívül jók a kérdezel. Na most ez nem reménytelen. Ez nem reménytelen. Na most ha bezárt a Maxim, akkor viszont hol van Dani? Fogalmam sincs, nekem azt mondta búcsúzó, hogy fakulás a glomári halnát, amikor a hátat fizeti. Na és hazaj, nem számít most a könyökéért! És a könyökéért! Az a meg torkikban! És a nekedet ígéretek! Követ úr a kapcsolatban is, hogy testrészt emlegetett. Hazárulás! Fel is olvastam neki a pont nevedről, hogy büntető törvénykő 2412. lapjáról, az 5443. paragrafus felül a 65. arról a 18. Hazárulás, halállal büntetendő! Azt mondta, hat ökör sem tudná ide vonszolni, még a nagykövet úr. Szóval, nem jön a fejemet rá! Jó estét! A fejemet rá, ahogy betopva! Várj, a kicsuró! Hát ő is csak egy közvetve szerény hajlékomat. Pedig már nem számítottam magára. El is meg! Thank you.
csináljon már valamit! Mégis mit? Bocsánat, kérdezni tárgya! Montevedrói szűzőnök! Olvassak! Legfrissebb értesülések szerint... Kollegális parázsokunk úgy egy rosszul áll! Stop! Csináljon már valamit! Mit? Mit csináljon? Már az egészségem rá kell az egészre! Alkalmatlan emberrel vagyok örülőben. Itt van például maga! Igen, igen. Bakara is! Hol itt van? Bravo! Raszkolja! Rési! Ráadásul mind nősebben! Mit akartam mondani? Ja igen! Itt van az a legyen. Állítom a Gromok néni. Nem biztos, nem tudja véletlen, ez ki éle. Én bocsánat kérdezik, sajnos a konfekció korábbi kérdek, hogy neki ilyen van. Ilyen? Szeretem feliratot? Igen, igen, az bizonyos, hogy az írás Rosszion úré. Hogy? A hivatal íratokból ismerem, ilyen határozaton elfolyok. Megértek egy hivatal. János! Ha maga is elnézve van kérdező, és emlékeztek én, hogy még nőtlen is vagyok. Mondja meg valahogy. Ha ezt a rosszion akkor az azt jelenti, hogy a kabinet hődök úrnak szeretője van. Méghoz egy férjes asszony. Tehát azt a hölgyet keresik, akinek Rosszion úr udvarol? Igen! Biztos, hogy valami vénszavárnak a feleség. Ajjajjaj! Ajjajjajjajjajjaj! Vénszavár, csak ez! Lágos angyal! Egy kis finomság! Mi? Kis finom csarulás! Már is elveszünk Rosszion úr kedvét az udvarlánktól. De ki lehet az? Mégis ki? Magánban ő lehet egy kis őszintén szólva, most inkább. Hát ez a bajtom maga kinyomorszak. Itt kell legyen az esély. Ha? Kezdjük talán Gromovnéval. Hát, ha még! Ez a barra Gromov. Mi? Hát, ha előre sajnálom. És ez az ember diplomata. Teljesen alkalmat. Na, kulatoljunk. Adam Gromov! Mondja, nem vesztette valamit? Jó, én mondjuk a szívét, igen, az eszét, igen. Nem, nyugodjon, meg nem árulom el, mert tudnia kell, hogy az illető úr tudja. Igen. Feleségül kívánja venni az ötletet. Szentriós, tudtam! Szentriós? Vazán Bogdanovics! Igen, igen. Azt hiszem, hogy van nálam valami, ami az öné. No, azt azért nem tudnék. Valami, amit a hölgyek olyan könnyen én elveszítek. Tudnia kell, hogy az ügyvező úr biztos forrásból tudom, hogy el akarja venni az özvegyet. Tisztán! Sebastian! Aszkálá! Hát nincs egyetlen egy tisztességes asszony ezen a hajó. Ó, milyen szép legezője van, titkár úr. Én nem az egyén. Nem? Csak nem. Maga ráival szeretem. Szeretem! Azt mondjam, feltétlenül oda kell adnom annak, akit illet! Akit illet? Nem tudja? Szóval tudom, kérlek! Oh, de jó! Mégis élveztem, de nem hittem el! Én a szeret! Mi van? Köszönöm!
most jöjjt ide a hajóra, hát nem nagyszerű. És mit az önnek a lehez? Én úgy tudom, önnek nem teljesen ismeretlen ez a világ. Nem tudom, hogy mire gondol. Dehogy is nem, kicsi Misu! Ugye így hívták, amikor még maga volt a főműsorszám a Maximban. Mondja, mit akar? Nekem nincs pénze. Ugyan, magának nagy befolyása van. Rossz jó kabinet főnök úrnál. Érjen nála, hogy szálljon be az összvegyről különben. Különben? Különben képtelen leszek megmondani a férjének, hogy mivel foglalkozott, mielőtt nagykövet lett. Megérte? Igen. Hogy megijesztem? Tudja, az intriga mindig meghozza az étvágyomat. Bocsásson meg! Thank you.
diszkrét fény. Titokban elsuttogott vallomás, hajnalban szerelmesen keringőzünk pár. Szabad! Hát igen, ott lettem igazán jól mulatni. Érti, mire gondolok? Amikor a terembe lép egy nő, mondjuk maga, minden szem rákapott. A gabaléra felteszik a monokit, úgy figyelik, kézről kézre adják, majd szétszedik! Minek akar maga oda menni? Csak érdekel! Csak érdekel vagyok! Általában féltékeny vagyok minden nő. Akit egy férfi felkér táncolni, aztán áthalolja a derekát, és a fülébe súgja. Szeret! Szeret! Az illető úr az illető hölgyet. Féltékeny vagyok Rómeóra, aki Júliát szerette, és Antóniusra, akit Leopátrának mondta. Szeretem! És Tristánra, aki Izoldának mondta. Szeretem, és Faustunk a Margitnak, szeretem, és Napóleon Josephine-nek, szeretem, és Páris Helénának, szeretem, 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 szeretem! És maga? Csak én. Azért se sok. A tenyeremből fog enni. Maga nem érkeztünk mindenmással földjekkel. Nem tagadom, ami a szívemen, az a számon. Például az imént sem tudtam elhallgatni Glavárini előtt, hogy két udvarójának pontevedrói asszonyokkal van viszonya, diplomata feleségekkel. Csak kérem, Párizsban szinte kötelező egy kis kaland szóra sem érdemes. Az lehet, de a pontevedrói urak előbb lőnek, és aztán kérdeznek. Még nem tudok, hogy az információt megosztom az illetékes urakkal. Ugyanis Kromov tanácsos mesterlövész volt a háborúban. Bogdanovics konzul pedig egymaga, egyetlen késsel trancsírozott fel egy egész szakaszt. Kromov? Igen! Bogdanovics! Igen! Nem! Uraim, épp jókor! Pont azon vitatkoztunk, nem mondtam, mondtam, hogy mondom, vitatkoztunk az urakkal, hogy mit tegyenek fél, ha a felesége félre lép. Hát ez nem lehet kérdés. Becsületbe írják be, csak egy megoldás van. Jól mondtok, király! Akkor tartsák magukat a távol glavárgondákon! Nem tudják, merre van a feleségem? 20 perc elváltam. És Páris hiányzik, hiába fiatalság, bolondság! Valencián! Nem akarom ezt nem ízenet irányítva! Egyis milyen csapatjátékos maga? Istenem! Önző! Milyen? Raszkovja! Hanna! Meg így, hára fog
Változás, ki van rúgva, stop! Magánrepülővel Glavadiné mamája megérkezett, stop! Dicső honnan jár, stop! Kísérje a lányához, az majd ráveszi hazaszeretetre, stop! Hát akkor itt összehívom a vásársávot, már aminek van belőle. Egy negyed óra múlva itt, ezen a szent helyen találkozunk. Maga azután valahogy ide vonszolja Glavadiné mamáját. Mégis meg tudom én, oldja meg ezt is! Itt már úr! Harukunk a kés! De Kaszkána és Szent Jós urak már a kezemben vannak, az ő szavazatukon még sok minden múlik. Mi mindent megszavazunk! Amiben én a várjannát illeti, nos, úgy gondolom, hogy a Rozi mond, zsarolás nélkül is ki tudom ütni a nyerekből. Há, az nagyon jó lenne. Mert ha nem, oda a haza. Haza? Oda az állás!
vannak benne. Kavarja ki ő, nem lehet. Egy föld van benne, és egy úr, egy befolyás. Na és kés. Neveket akarok, neveket. Jaj, nem úgy. Hozzunk kabinetről. Azt nem volt, hogy
privát ügyár, így hagyja diplomáciát. Ha véleményem kérni, kevés már a fickam. Kettő szövetség rég a frigy, hát közben lépek harmadik. Így hármas szövetség lesz belőle gyorsan. Mihelyt megnősül felborul, az európai egyesül, az okot kívülállók látják, ha fér nem szoroz és nem poszt, mert annyi nő pártolja most nyitott ajtót stratégiáját. Szemtelen! Én most finom vagyok, madám, dalani bűzlik Dániám, hallám. Next.
mondta ezt? Nem én. És végül azt mondta a herceg, hát vidd őt és szeresd nagyon. Majd távozott csöndben a színű, hangulja, hogy én asszonyom! Szeretem.
gomba van, hogy az pitíz. Kiolálja be más, mert tíz. Nem kell neki angyal. Elolvató vagy marva. Gomba van, hogy az pitíz. Hopla, 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 hopla. Nem kell neki angyal. Lovató vagy nyarval, bomba, bomba, gyász, mi néz? Keep on.
valami titok, botlás vagy tévedés. Nem uraim? Nem hölgyeim? Attól csak még vonzóbb egy nő. És amely férfi ezt nem látja be rögtön, az majd felátsa időben. Évoa! Mint a lép a tulajdonparal, kis papírban fenn akad, úgy akadnak benne a álmodás, a nyára férfiak. Kis papírban fenn akad, kis papírban fenn akad, kis papírban fenn akad, kis papírban fenn akad, kis papírban fenn akad. Játszott ő, egy kicsit kihajla, egy kicsit kihajla, Megtiltja.
Miért? Azért tiltok meg. Azért, mert szeret. Mondja már ki. Egész egyszerűen az ön pénzének az országban kell maradnia, különben csődbe megy az ország, ezt állam értek, értse már meg. Na, akkor értem már. Hát jó, ezen nem újjon, nem lesz esküvő. Nem lesz esküvő. Na és a helyérzé és a talág a pavionban az? Hát a mozionok nem velem volt találtája, hanem egy férjes asszonyra, akit nekem meg kellett mentenem, majd ne rendezőkésből. Hártatlan hegyseret. Majdnem meghaltam miatta! Igen. És ezzel bebizonyította, hogy szeret. Na mondja már ki végre. Na, Hanna. Hanna, én... Sajnálom, de hú, az áll a kevés haszna lesz ebből a házasságból.
ugyanis megboldogult, hogy férjem végrendelete szerint. Ha úgy volt férjhez megyek, én elveszítem a vagyonomat. Nehogy férjhez menjen! Nincs! Nagyobb kincs, mint a szabadság! Hanem neked nincs vagyonom? Nincs. Hát akkor ki van, Bobby? Mondjuk valaki végre! Szeretlek! Hallották! Ki mondta? Végünk van, hozom a népi is elveszik. Jaj, azért lesz hozomány is, ugyanis én azért veszítem el a vagyonomat, mert az új házasság esetén Hatszárt új férjem tulajdonával. Ne most fogjon meg! Halélok el fele! Hanna, hát én elveszelek volna akkor is, ha... Igen? Kétszer annyi pénzed van!